A Diákolimpiák története 1989-ig gyullik vissza, egészen konkrétan a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiából már a 31 volt az idén illetve a Közép-Európai Informatikai Diákolimpából is a 30 körül tartunk. Ezek, ez az Európai Junior Informatikai Diákolimpia, ez ezeknek a versenyeknek a kis testvére, egyel kisebb korosztályt céloz meg, míg a nagy olimpiákon 17-18 évesek, tehát a középiskola vége felé járó diákok versenyeznek elsősorban, itt ö, maximum 15 évesek versenyezhettek ezen az olimpián, azaz a felnövekvő új generációt célozza ez a verseny. Az idén volt a harmadik a sorban ebből az Európai Unió olimpiából. Három évvel ezelőtt Kasimir Manev egy, a nagy olimpiákon a bolgár csapatot instruáló és a bolgár csapatnak a felkészítését végző és irányító úr megálmodta, hogy milyen jó lenne, hogyha a felnövekvő nemzedéknek is lenne új olimpia és nemzetközi megmérettetés. Első évben Bulgáriában rendezték meg így, tavalyi évben Innopolisban, Kazany mellett egy vadonatúj techvárosban rendezték, és az idei évben pedig a szlovének vállalták magukra ennek a az olimpiának a megrendezését, és így Mariborban került sor a dologra. Ez az, ez az olimpia ugyanúgy, mint ahogy az összes többi informatikai ideák olimpia, a versenyprogramozásról szól, és ebben már el is árultam azt a dolgot, hogy ez ugyanúgy akár sportnak is felfogható, mint ahogyan bármilyen más sportról beszélhetünk. Ugyanúgy edzésben kell lenni a gyerekeknek, csak úgy, mint a sakban meg kell tanulniuk bizonyos lépéskombinációkat és bizonyos állásokat és azoknak a megoldását itt informatikai algoritmusokat kell megtanulniuk és azokat kreatívan alkalmazni. Aki sikeres szeretne lenni ilyen olimpiákon az hetente kétszer, háromszor, ötször edz, ugyanúgy mint egy sportoló és ugyanúgy meg kell tanulni azokat az alapdolgokat, amik szükségesek hozzá. Az Európai Junior Informatikai Diákolimpián Magyarország is képviseltette magát, a négy fős csapatban pedig egy batyány is diák is helyet kapott. Német Márton Tamás első alkalommal mérettette meg magát nemzetközi versenyen, melyről bronzéremmel tért haza. Ha valaki előzetesen azt mondja nekem, hogy egy bronz medált fogok kapni, és ez lesz a végső eredményem a versenyen, akkor elégedett lettem volna vele. Így, hogy láttam a feladatokat, és bebizonyosult, hogy a igen, csak nekem való és jó feladatok voltak, így kicsit csalódott vagyok, de összességében véve még mindig elégedett. Természetesen jól éreztem magam a versenyen, egy hétig voltunk ott Mariborban és környékén, de ebben a két versenynapon kívül benne volt egy jubjanai utazás is, Uh, ahol körbenéztünk a városban, továbbá meglátogattuk az országnak egy-két uh, természeti kincsét is. Milyen feladatokat kellett egyébként uh, megoldjatok, mi jelentett uh, nehézséget, könnyebbséget? Rendben. Szóval mind a két napon négy-négy óránk volt három feladat megoldására. Uh, ezen feladatok uh, megoldása egy-egy program, és minden program megírásánál a cél a következő, az általam kitalált algoritmus, vagy korábban látott algoritmust felhasználva kreált új algoritmus, minél gyorsabban és minél kevesebb helyigényel működjön. Minél jobban szerepel a program ilyen teszteken, annál több pontot kapok rá. Mennyit készültél egyébként erre a versenyre? Két éve programozom, a két éven keresztül folyamatosan erre a versenyre készültem, illetve további évek esetleges versenyeire készültem. Kifejezetten erre a versenyre nyáron, abban a három hónapban készültem, amiben biztos lehettem abban, hogy ide kijutottam. Ez a válogatótól a versenyig tartó három hónapos időszak volt, és egy-két napon Ennyit, még más napokon három órát is foglalkoztam informatikával, úgyhogy ezt nehéz lenne megállapítani. Szabadidődben egyébként mivel szeretsz foglalkozni? Akkor is informatikával foglalkozol? Igen, főleg informatikával és matematikával. Egyéb természettudományokat annyira nem szeretem. Továbbá egyéb szabadidős tevékenységem még a zenén, és ezen belül zongorázom és gitározom. És mik a jövőbeli terveid? Várható még verseny, amin indulsz? Igen. A 9. osztályba lépés rengeteg új lehetőséget nyitott meg. Köztük, hogy az egyébként idén, 2020 nyarán nagy kanizsán megrendezésre kerülő közép-európai informatikai diákolimpia -ra való kiutásra is van esélyem, kicsit több, mint tavaly, azonban ehhez még rengeteget kell készülnöm természetesen tavaszig. Úgyhogy erre mindenképpen szeretnék jutni, továbbá az egyéb országos szintű matematika versenyeken is szeretnék jól szerepelni.